Hétfő este délnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, helyenként köd képződhet. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul. Kedden délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel az ország déli felén várható többfelé eső és zápor. Kevés helyen megélénkül az északi szél. A csúcs hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Zalában kedden reggel borult égre, elszórtan záporokra számíthatunk. Később a felhők felszakadoznak, délután 10 fok körüli maximumokat mérhetünk. A folytatásban szerdára elvonulnak a felhők, és ismét többfelé lesz napos az idő. Az északi szelet többfelé erős, nyugaton viharos lökések kísérhetik. 3-9 fok várható. Csütörtökön kezdetben kevesebb, délután több napsütés ígérkezik. Számottevő csapadék nem lesz. A reggel kifejezetten csípős lesz, országos fagy várható, mínusz 9, mínusz 2 fok közötti minimumokkal. Délután mindössze 1-8 fok valószínű.